Sziasztok! Köszönöm, hogy itt vagytok. Rendhagyó módon ez egy rögzített felvétel, mert nem tudtuk klónozni magunkat, és közben itt a kollégánk, aki tartotta volna ezt az élő prezentációt, sajnos lebetegedett, úgyhogy engem kaptok felvételről ebben a formában. A mai napon, a következő 14,5 percben arra számíthatok, hogy mesélek a dolgozói ajánlások rendszerének a felforgatásáról, mert hogy ezt a piacot igazán felforgatja egy digitális megoldás, és ez nem más, mint a First Bird. Viszont mielőtt belemennék, és megmutatnám valódi élő showban, vagy rögzített showban azt, hogy hogyan is működik ez a rendszer, néhány gondolatot mutatok magáról a felülettel kapcsolatban. Először is, hogy milyen kihívásokat találtunk a vállalatok körében a dolgozói ajánlásokkal kapcsolatban. Több mint 160 vállalatot kérdeztünk meg idén 2021 első negyedévében arról, milyen kihívásokat találnak a dolgozói ajánlási rendszerek kapcsán. És azzal szembesülünk, hogy alapvetően a kitöltők, a választadók 50%-a elégedetlen a jelenlegi ajánlási rendszerével, ami azért észbontó tekintve, hogy ez tulajdonképpen az egyik leghatékonyabb toborzási csatorna, amit használhatnak a munkaerő toborzási szakemberek. És hogyha ez nem lenne elég, akkor egyre több vállalatnál merül fel az az igény, hogy ez az adminisztráció is csökkenjen, ami a rendszerrel kapcsolatban van, és hogyha még tovább fokoznánk ezt a történetet, akkor igenis probléma van azzal, hogy hogyan érik el a HR-esek vagy a rekrúterek a vállalati belső dolgozókat, hogy ajánljanak még több dolgozót, és azt, hogy esetleg motiváljuk őket arra, hogy a dolgozók megosszák a Facebookon vagy a LinkedIn-en, a közösségi médiában a saját kapcsolati hálójukban azokat a nyitott pozíciókat, amiket a vállalatunk, a cégünk hirdet, hát erre pedig valami kevés esély van, vagy legalábbis egy jó rendszer nélkül erre kisebb lehetőség van. Gondoltam, néhány friss adattal is készülök, csak hogy kapjatok egy kis muníciót, és akit érdekelnek a részletek a riportról, azt is meg tudjuk osztani, keressetek meg a LinkedIn-en, e-mailben, Facebookon, és akkor onnantól kezdve nyilván eljutatjuk hozzátok magát a riportot. Több mint 160 válaszadó véleménye vagy visszajelzés alapján mondhatjuk, hogy drasztikusan ugrott meg 2019-hez képest az egyfőre jutó fehér gallérosi ajánlási bónusz, ami azt jelenti, hogy mostanra 150 és 350 ezer forint között mozog ez a tétel, így itt érdemes a mediánt figyelembe venni, hogy 150 és 200 ezer között van az egy fő ajánlás, sikeres ajánlásért jutó bónusz a vállalatoknál. Vannak adataink kék galléra is, de ma itt tekintve a rekrútereken vagyunk, elsősorban a fehér galléros állományra fókuszálunk. Az egy elméletlen mondás, hogy találtunk olyan céget, aki 1 millió forintot fizet egyetlen sikeres dolgozói ajánlásért. Ami azért, lássuk be, meglepő, szerintem indokolatlan, mert nem a pénz határozza meg ennek a munkarendszernek a sikerét, és nem megélhetési dolgozói ajánlókra van szükségünk. Mi is a First Bird, és mitől felforgatja ezt a piacot, és ilyen formán az ajánlási rendszer hogyan lehet digitalizálni értelemszerűen? A First Bird azt mondja, hogy szakítsunk azzal a nagyon régi hagyománnyal, amit elsőként talán az első dolgozói ajánlási rendszer talán Julius Caesar vezette be, amikor egy új katonáért hajlandó volt egyénnyi zsoldot fizetni a toborzó kollégának vagy katonának. Ilyen formán a mai rendszer sem működik másképp, sikerdíjra ajánljuk, vagy legalábbis ismerjük el a kollégáinkat. Én ajánlok valakit, az belép, 3 hónap múlva letelik a próbaidő, ha még én is a dolgozó cégnél dolgozom, és ő is, akkor ez tulajdonképpen működik, és én tulajdonképpen hivatott vagyok, vagy legalábbis kifizethető nekem a juttatás. Ugye ez a klasszik rendszer, a legtöbb vállalatnál 95%-ban így működik. A First Bird kicsit újra gondolja ezt a dolgot. És azt mondja, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, és ismerjünk el mindenféle aktivitást. Ismerjük meg azt, amikor megosztod a pozíciót a Facebookon, amikor ajánlasz valakit, amikor valakiről véleményt írsz, akit ajánlottál, hogy ez milyen ember, honnan ismered, miként. Ismerjük el azt is, amikor esetleg egy igazán kiváló jelölttel kerülsünk kapcsolatba, arra azért valami kevés morálhatása van a kollégánknak, hogy igazán motiválja azt a potenciális jelöltet, hogy hozzánk jöjjön dolgozni, vagy minket válasszon. Ehhez képest a First Bird azt mondja, hogy ne a sikert, ne a végeredményt értékeljük, hanem minden egyes pici aktivitást. És tulajdonképpen ebben indul újra, vagy ebben gondolja újra a toborzási folyamatban a dolgozói ajánlás lényegét. Mert hogy a First Bird az egy mobilra optimalizált, teljes mértékben digitalizált, játékosított, közösségi média integrált, a teljes folyamatot a GDPR konform módon kezelő, és a recruiter és az ajánló közötti kommunikációt is kezeli,
Mindezt úgy, hogy egyébként egy nagyon könnyű, jó hangulatú és nagyon egyszerű felhasználó barát felületen teszi ezt, egy digitális élmény nyújtva a kollégáknak. És hogyha ez nem lenne elég, akkor a megtérülés tekintetében is érdemes elgondolkodnunk, hogy miért érdemes investálni egy dolgozói ajánlási rendszerbe. Azon felül, hogy egy digitális élményt adunk a vállalat összes dolgozójának. A adminisztrációs terhet csökkentünk, de sokkal inkább, hogyha elkezdjük boostolni az ajánlási rendszerünket, akkor azon kaphatjuk magunkat, hogy ebből a csatornából akár 30% feletti betöltési arányra is számolhatunk, mint toborzási csatorna az összes nyitott pozíció fényében, ami elképesztő mondás. Azok a munkavállalók, akik ajánláson keresztül jönnek, jellemzően olcsóbban tudtuk foglalkoztatni őket, kevesebbe került a toborzási költség, gyorsabban állítottuk be, jobban vannak előszelektálva, mert a kollégáink segítettek. Jellemzően ezek a kollégák, akik ajánlva kerültek a céghez, tovább maradnak a vállalatnál, és hogyha ez mind nem lenne elég, egy digitális ajánlási rendszerrel azért megkönnyíthetjük a rekrúterek életének, a legalábbis adminisztrációs terhekkel könnyíthetjük a munkájukat, és a közösségi média integrációnak köszönhetően van olyan ügyfelünk már Magyarországon, ahol 4 hónap alatt közel 10 000 megosztást tudtunk elérni a közösségi médiában. Ez egy elképesztő szám. Gondoljatok csak bele, hogy mennyi pénzt költötök ma hirdetésre, employer brandingre, kommunikációra, hogy a környezetek vagy a régió tudja azt, hogy munkaerőt toboroztok, kerestek. Úgyhogy felütésként ennyit gondoltam kontextusába rakni. Néhány jó a jócsengő márka, akik már a referenciáink közt vannak, tudunk már autóipari termelővállalatokat is mondani most már, ahol most lancsoljuk a terméket, mint például az Ibiden vagy a Waberers, de nemzetközi játékosok is vannak jócskán a platformon. Azt gondolom, hogy mind szellemi, mind fizikai területen fogunk tudni jó megoldással és legjobb gyakorlatokkal szolgálni. Ahogy mondtam, ez egy mobilra optimalizált felület, iOS és Android alapon is működik, és ez igazán disztratív vagy felforgató megoldás ebben a reward shop funkcióban van. Miszerint mindenki pontokat gyűjt a rendszerben, amit később virtuális pénzérmékben beválthat a reward shopban, pont úgy, mint mondjuk egy loyalty programon keresztül. Na de lássuk, hogy is néz ki ez a gyakorlatban, és ha megengeditek, akkor újra megosztanám a képernyőmet, és mutatok egy valós idejű felületet, hogy hogy is néz ki ez a toborzás tekintetében. Remélhetőleg látjátok a képernyőmet, és ez a Firstbird-nek a belépett funkciója, ahol is már regisztráltuk a munkavállalókat, és praktikusan elérhetőek a pozíciók. Itt látjátok, hogy van egy trainee recruitment konzultantunk, ami egy klasszik mezei pozíció, látom azt, hogy automatikusan a karrier oldalatokról átvettem ezt a hirdetést, és a Firstbird-be beemelte automatikusan ezt a pozíciót. A klasszik folyamat az az, hogy itt vagyunk, én ajánlok egy fantasztikus kollégát, itt van mondjuk Nicolette Lerner, az e-mail címét gyorsan begépelem, egy pillanat, hogy eljussunk oda, ahova szeretnénk, és bepipálom azt a checkboxot is, hogy Nicolette engedélyt adott, hogy ennyi adatot megadjak számára. Ugye ez még nem GDPR konform, itt még nem is kapja meg a vállalat az adatokat, megmondom, hogy mondjuk szia, ez egy szuper pozi neked, és elküldöm ezt az üzenetet. Ebben a pillanatban Nicolette kapott a Firstbird rendszerétől egy üzenetet az én személyes Toldi Gábor ajánlásával, hogy jöjjön, jelentkezzen erre az állásra, mert ez rá van kiírva, ez róla szól ez a pozíció. De ugye ez egy formája, ez a klasszikus ajánlási forma. A szép az, hogy ajánló perspektívájából, tehát a kollégátok ennyit tett, és a folyamat le van zárva, a rendszer már viszi tovább a jelöltet, de mindjárt mondom, mutatom is, hogy hogyan. Ugye, de ezen kívül a kollégátok ezt még tudja fokozni, hogy például megosztja ezt a pozíciót a Facebookon. Most én ráklikkeltem a Facebook megosztás gombra, egyszerűen egy mozdulattal klikkelek, kirakom magát a hirdetést a Facebook falamra, és praktikusan már értesítettem az összes Facebookon a lévő kapcsolatomat, hogy egyébként a vállalatom hirdeti ilyen formán ezt a pozíciót, és mindenki láthatja egyfajta hirdetésként. Sőt, meg tudom ismételni ugyanezt a felületen, ugyanígy a LinkedIn-en is, akár személyes üzenetben, vagy akár a LinkedIn-en poszt formájával láthatja a többi 3600 ismerősöm a LinkedIn-en. Most egy pillanatra megnyitom a Facebookot, és kicsit rettegek attól, hogy a barátaim mit posztolnak ki a falamra, hogy milyen üzenetek fog jönni itt a demo során. Remélhetőleg semmi komoly, de már itt látjuk is a következő üzenetet, és itt van a legfrissebb pozíció, hogy egy trainee recruitment konzultant keresünk. Hogyha ráklikkerek erre a felületre, akkor megérkezem arra a mobilra optimalizált landing oldalra,
amit egyébként Nicolett is megkapott ilyen formán, és itt praktikusan gond nélkül bárki jelentkezhet ezen a felületen. Ugye a pozíció az nagyon egyszerű, akár egy videó tartalmat is be tudunk rakni a hirdetésbe. Ha ez nem lenne elég, akkor gond nélkül tud a rendszer kezelni akár 10 különböző branding felületet is, és itt a Facebook megosztásból bárki jelentkezhet praktikusan egy mozdulattal. Itt most megadok egy másik e-mail címet, mert ezzel nem fog hagyni a rendszer jelentkezni. A ékezetet ezt nem kezelő, ugye ez nem helyes. És itt fogadom el a vállalat GDPR dokumentumát, és praktikusan jelentkezem az állásra. És amikor jelentkeztem az állásra, abban a pillanatban, akkor már csak egy CV-t kell csatolnom, ugye ez egy egyszerűsített jelentkezési forma, rém egyszerű történet, és praktikusan bármilyen pozíciót, bármilyen önéletrajzot fel tudok csatolni, és miután felcsatoltam és elfogadtam még egyszer az adatvédelmi nyilatkozatot, a befeje, ki van kétszerítve jelen állásban, hogy nem csatoltam fel a pozícióra a CV-t, úgyhogy a rendszer figyel, nem lehet csak úgy becsapni, és már csatolom is a megfelelő dokumentumot, Gábor Toldi CV-jét, és lezárom a jelentkezés folyamatát. És ennek köszönhetően praktikusan a rendszerben már van egy direkt ajánlás, amit a kollégánk megtett, és egy megosztásból érkező jelölt, aki Facebookon keresztül ment. Na de lássuk ezt a felületről egy kicsit másképp, és nézzük az ajánlásainkat. Rögtön itt látom, ahogy a Trainee Recruitment Consultantra egy új jelöltem érkezett, ráklikkelek a felületre, azt is látom, hogy Uzsák Andrásnak hívják ezt a kollégát, aki a recruiter, alapvetően itt vannak az adatai a jelöltnek, itt van a CV-je a jelöltnek. Nekem van lehetőségem, mint recruiter, visszacsatolást adnom a kollégának, aki ajánlotta ezt a jelöltet, hogy ez egy jó jelölt, vagy egy nem jó jelölt. Ha én egy 3 csillagot adok, akkor a rendszer azonnal ad 25 pontot, és jóváírja ezt a 25 pontot a kollégánknak. Ha pedig egyébként leszeretném zárni magát az ajánlás folyamatát, csak be kell jelölnöm, hogy mikor vettük föl, vagy melyik nap lép be ez az új kolléga, és onnantól kezdve megjelöltem azt, hogy felvettük ezt a kollégát. Írtózatosan egyszerű, könnyű a recruiter perspektívájából, és ezt lehet azzal fokozni, amennyiben szükséges. Több mint 28 ATS pályázói menedzsment rendszerrel van adott kapcsolatunk, itt Magyarországon például a Nexummal, de SAP Certificated Silver partnere a Firstburnnek, Taleo kapcsolatunk van, Workday kapcsolatunk van, Greenhouse, Prescreen, csak sorolhatnám a pályázói menedzsment rendszereket, akikkel integráltan működünk együtt. És hogyha ez nem lenne elég, akkor végül is most megnéztünk egy folyamatot a normális klasszikus ajánlásból, végignéztünk egy folyamatot a közösségi média megosztásból is, lássuk, hogy hogyan néz ki maga a játékosítás. Itt a jobb felső sarokban látszik az, hogy most már majdnem a 6000 ponton van, pontosan 5927 ponton van, ez látszik itt az alsó felmezőből, látszik az is, hogy 57-en tekintették meg az általam megosztott pozíciókat, 43 direkt ajánlást tettem, 39-en jelentkeztek az én Facebook ajánlásaimból, és a recruitment 26 jelöltemre mondta azt, hogy kiváló jelölt, és összesen 28 jelöltemet vették föl. És a 6000 közel, vagy az 5927 pontomból én itt már lassan a 30-as szintnél tartok, az itt fönt látható jobb felső sarokba, és ebből van nekem 955 virtuális pénzérmém. És ezeket a pénzérméket, hogyha ráklikkelek a reward shopra, átmegyek a kis webshopunkba, ahol a kollégák a virtuális pénzérméiket, ezt a 955 coint, ezt be tudják váltani egy csokira, egy bögrére, egy jó üveg viszkire, esetleg egy Netflix accountra, egy Thai masszázsra, de valaki lehet, hogy egy bécsi hétvégét szeretne választani. Én jelen pillanatban a bögrét választom, és elköltöm valójában ezt a 200 virtuális pénzt a rendszerben. Elfogadom, értesítve vagyok, hogy egyébként ellevonták ezt a pontot a rendszerből, és itt fönt látható is, hogy már csak 755 ponton van, és a HR-en kaptak egy értesítést, hogy Toldi Gábor jogosult egy bögrére, mert beváltotta a virtuális pontjait. Úgyhogy maga a struktúra rém egyszerű, és tulajdonképpen ezzel a játékosítással és a reward rendszerrel nagyon jól bemozgatható a dolgozói állomány minél nagyobb létszámban, sőt a megosztásokra való tekintettel nagyon jól lehet hinni a hírét a vállalatnak. És ha ez még mind nem lenne elég, akkor itt vannak még azok a statisztikák, amit mi ácsingózunk nap, mint nap, a Firstbird valós idejű, mindenféle fejlesztés vagy egyeztetés nélkülöző lehetőséget ad arra, hogy akár szervezeti egységre,
lokációra, vagy a adott esetben adott periódusra vonjon le, húzzon le adatot a rendszerből, és nézzük meg, hogy hány pozíció érkezett, mennyire aktívak a kollégáink, melyik platformokon aktívak, hol osztják meg a pozícióinkat, ehhez képest hány közzétett pozíciónk van, hány jelentkezőnk van, és hogy hogyan alakul a dolgozói ajánlási rendszer a mindennapok során, és hogy egyébként a megközzétett 45 pozícióból összesen mennyi jelentkezésünk és direkt ajánlásunk érkezett. Összességében ez a felület egy nagyon egyszerű, nagyon gyors, hatékony megoldása a dolgozói ajánlási rendszereknek a felturbózására. Ez több mint 10 magyar vállalatnál 25 ezer munkavállalóval tudjuk elmondani. A mai demóban ennyi fért bele, köszönöm szépen a figyelmeteket, akit érdekel a study, a benchmark kutatásról, írjon ránk, örömmel állunk rendelkezésre. További jó konferenciát nektek, szép napot, sziasztok!